Kilátó nyílik Nyírbogáton. Innen a település legmagasabb pontjáról a Nyírség jó része belátható majd. A létesítmény elsődleges funkcióját tekintve a helyi görögkatolikus templom tornya. A háromszintes épületen az utolsó simításokat végzik, ezzel a város egy régóta tervezett beruházása valósul meg. A település görögkatolikus temploma az egy hajós épület, nincs templomnak tornya, nem került annak idején megépítésre. Ez a görögkatolikus templom egy 60 éves múltra tekint vissza, megérdemli a tornyot, amely egyben a településnek a legmagasabb pontjául is szolgál, és ezáltal helyettesítheti a kilátót, hiszen kilátóként került megépítésre, ahol belátszik a település teljes területe. Nyírbogát önkormányzata egy átfogó, a térséget érintő turisztikai fejlesztés sorozathoz csatlakozott. Ennek részeként nem csak a templomtorony épülhetett meg a városban. Megépítettük a bogáti forgatag infrastruktúrájához tartozó mosdókat, kis kiszolgáló egységet, ami egyben a műfüves pályának a kiszolgálására, és most már ugye ide került az élő füves pálya is. Reményeink szerint tavasszal már igénybe is tudjuk venni, használatba kerül, és ez az épület fogja kiszolgálni mind a műfüves, mind az élőfüves pályát, és ehhez fog csatlakozni a bogáti forgatagnak az infrastruktúrája is. Ebbe egy picike eszköz is bekerül még, ami elsősorban az itteni rendezvényeinknek a tárgyi feltételeit fogja szolgálni. Az önkormányzat tervei között a kerékpáros turizmus fejlesztése is szerepel, emellett a térség természeti örökségének bemutatására is törekszenek. Nyírbogáton található például a Nyírség legmagasabb pontja, a Hoportyú, amelyre kilátó építését tervezik a jövőben.